5 automata defibrillátort helyeztek el Kolozsvár forgalmasabb közterületein. Az eszközt hangutasítások segítségével laikusok is könnyedén használhatják. A kolozsvári önkormányzat és a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség automata defibrillátorokat helyezett el Kolozsvár forgalmasabb terein. Az eszközöket a Györgyfalvi és a Latrenului sportbázishoz, a Möröst és Dacia mozihoz, illetve a BT arénához telepítették. A defibrillátorok használata életmentő lehet, ha valaki hirtelen rosszul lesz, akkor a mentők megérkezéséig bárki használhatja ezeket az eszközöket. Hogyha találkozunk egy olyan személlyel, akinek légzési kihagyásai vannak, vagy légzés hiányzik, akkor hívjuk a mentőszolgálatot, de addig, amíg a mentőszolgálat megérkezik, mi nagyon sokat segíthetünk a betegen és a mentőcsapaton is, azzal, hogy mi elmegyünk gyorsan az automata defibrillátorok, ami majd analizálja a betegnek a helyzetét. Hozzátette, ha lehetőségünk van, kérjünk segítséget, így ameddig az egyik személy elhozza a defibrillátort, addig a másik mellkaskompressziót alkalmazhat. Az eszköz olyan személyek számára is használható és hozzáférhető, akik nem végeztek semmiféle orvosi tanfolyamot. Hangvezérlés segítségével lépésről lépésre irányítja a felhasználót. Az orvosi asszisztens kiemelte, az lenne a legfontosabb, hogy a járókelők ne veszítsék el a lélek jelenlétüket vészhelyzet esetén, merjék is használni szükség esetén ezeket.